Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. december 7-én este 7:30-tól. Kisvonat, lufik, kutyák és meglepetések. Gyerekek és felnőttek közösen várták a Mikulást Kalocsán. Szűrővizsgálatok és tanácsadás. Egészségnap volt a kulturális központban. Változatos programok, kézműves vásár és ünnepi csemegék. Néhány nap múlva kezdődik a karácsonyi forgatag. December 6-án Kalocsára is ellátogatott a Mikulás. Az elmúlt évekhez hasonlóan a művelődési központ sétáló utcai épületébe érkezett meg a télapó, ahol meglepetés programokkal várták a kicsiket és a nagyobbakat is egyaránt a szervezők. Kisvonatozás, palacsintázás, teázás. Ezek várták első körben azokat, akik ellátogattak csütörtök délután a sétáló utcába a városi Mikulás ünnepségre. A művelődési központ emeleti nagytermében pedig csillámtetoválással és arcfestéssel készültek a kicsiknek. Ide érkeztek meg azok a terápiás kutyák is, akikkel a bemutató után külön foglalkozáson is részt vettek a gyerekek. Eközben Émi Bohóc Lufi figurákat hajtogatott, amit ajándékba haza is vihettek magukkal a kicsik. Az újonnan felavatott gyermekklubban is nagy volt a nyüzsgés, hiszen a játékokkal most is szabadon játszhattak a csemeték. A színpadon pedig a Csillag Musical társulat produkciója szórakoztatta a vendégeket. Nem kell várni, be kell állni, a rock'n'rollt kell körbejárni. Rock'n'rollt jár, karácsonyban még mindig hullahó. Ángó zsengő legyen a jel, a repül a hó, jó. A koncert után a gyerekek dalokkal és versekkel várták a Mikulást. Tóth Anna, télapó, erdősélén elekonyó, ezüstösen csillogó, öreg bácsi lakik benne, úgy hívják, hogy télapó. Sülük forog reggel óta, várják már a gyereket, zsákzsákban van ajándéka, szívében a szeretet. Alkonyatkor csilingelve, útra indul szánkoljan, ablakokban kis cipőcskék tündökölnek bárhol jár. Hogyha alszol, és ajándékot visz neked a télapó, betakar, mert ágyacskádról lecsúszott a takaró. A sok és kedves hívó szóra végül megérkezett a télapó kísérőivel és ajándékokkal felpakolva, hiszen, mint megtudtuk, nagyon jól viselkedtek az idén a gyerekek, és ezzel kiérdemelték a sok-sok csomagot és meglepetést. Vasárnap gyulladt fel a második gyertya fénye a város adventi koszorúján. Ezt követően már csak néhány napot kell várni az igazi forgatag kezdetére. Az adventi időszakban hamarosan felgyorsulnak az események városunkban, hiszen december 13-ával megkezdődik a karácsonyi forgatag. 13-án már itt lesznek az árusok, és 13-ától kezdve minden este itt valami történni fog. Néhány eseményt szeretnék ebből kiemelni. Két nap is lesz óvodás műsor. A plakátokon pontosan meg fogják látni, hogy melyik óvodák mikor. Egy nap három óvoda fog szerepelni. December 15-én pedig ismét sor kerül a Nőnek lenni jó programra, azonban most nem szépségápolási tippeket kaphatnak majd az érdeklődők. Megtanítanak minket, hogyan kell jó mézes kalácsot készíteni, aztán hogyan kell jó beiglit készíteni, mákosat és diósat, illetve paprikás kalácsot is, vagy kácsit is próbálunk itt készíteni, hozzáértők irányításával. Addig a készen lesz itt a család és karrier pontban a konyhánk, és akkor itt ez minden eszköz rendelkezésre áll. Én azt hiszem, hogy ez egy jó program, ide jövünk, tanulunk valamit, beszélgetünk egyet, és még el is fogyasztjuk a munkánknak a finom eredményét. Advent harmadik vasárnapja is számos meglepetést kínál majd az érdeklődőknek, hiszen egy pályázatnak köszönhetően nemzetiségi napot is tartanak a sétáló utcában. És itt a gyertyagyújtás idején mind a három önkormányzat főzni fog, mégpedig jellegzetes horvát, roma vagy német sváb ételeket. 50-50 adagot kértem, és ezt itt a gyertyagyújtás után meg is lehet kóstolni. Tehát mindenkit várunk ide, finom ételre is. Majd ezután be lehet jönni a színházba, és a Vujicsics együttesnek a ingyenes koncertje lesz. A folytatásban pedig bekapcsolódik majd Kula, testvértelepülésünk is az eseményekbe. Lesz egy
nagyon érdekes része is ennek a sorozatnak, mégpedig a kézilabdásokkal kapcsolatban, hiszen ott 18-án, 17 órakor a sportcsarnokban lesz egy barátságos kézilabda mérkőzés, Kalocsa, a KKC és a Kulai kézilabda csapat között. Olyan információkat kaptam, hogy körülbelül ugyanolyan osztályban játszanak, mint a kalocsaiak, és a kalocsai kézisek örömmel vették, hogy lesz egy ilyen közös meccs, úgyhogy mindenkit invitálok a sportcsarnokba erre az eseményre. A műsorok, előadások, zenés estek és szalonna sütögetések után a forgatag 23-án a 4. gyertya meggyújtásával és közös halászlévacsorával zárul majd. Kék lovagok vihetik házhoz az ajándékot karácsony előtt a rászorulóknak. A Kalocsai Kék Lovagok Rendészeti Motoros Egyesület cipős doboz akciót szervez. A kalocsai és környékbeli gyerekek sem maradnak ajándékokkal teli cipős dobozok nélkül. Az Egyesület őket célozza meg ismét. Tavaly gyűjtöttek először. A debreceni főklub kezdeményezése volt, melyet mi is átvettünk Csipos Miklós elnök hatására. A tavalyi évben rendkívül sikeres volt, igaz, hogy rövid idő állt a rendelkezésünkre, így is 34 gyermeket tudtunk megörvendeztetni karácsonykor a cipős doboz akción keretein belül. Idén szintén ugyanezt szeretnénk elérni, minél több gyerkőcöt eljutni karácsony idején. Lehet ez írószer, tisztálkodási eszköz, játék, könyv, ruha. A gyűjtőpont idén is az Old Motors Pub, ide lehet eljuttatni a csomagokat. Megkerestük azokat a szervezeteket, illetve azokat a gyerekeket, akik a mi látókörünkbe is kerültek, és őket kerestük meg, akár a szervezeten keresztül, akár személyesen. De mivel azért karácsony időszakában tavaly igen hideg volt, így a motorokat félretéve, a gyalogszerrel jártunk, vagy autóval juttattuk el ezeket a csomagokat. Egy kiváló alkalom ez arra, hogy a gyerekekkel közösen tanuljunk olyan fogalmakat, mint együttérzés, adományozás, önzetlenség. December 19-ig várjuk az Old Motors Pubba sok szeretettel a cipős dobozokat, és másnaptól kezdjük el a kiszállítását. Az utolsó tanítási nap 20-a, de akkor megpróbáljuk még a gyerekeket oda elérni az iskolákba, illetve magán úton a szervezetek keresztül. Tavaly is volt olyan gyerek, akinek a kék lovagok cipős doboza volt az egyetlen ajándék a karácsonykor. Csütörtök délutánra egészségnapot szerveztek a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár sétáló utcai épületébe, ahol az egészségfejlesztési iroda munkatársai szűrővizsgálatán vehettek részt az érdeklődők. Csütörtökön délután folyamatosan érkeztek az emberek a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár sétáló utcai épületébe az előzetesen meghirdetett egészségnap kapcsán. Az ingyenes szűrővizsgálatokon kívül személyre szabott tanácsadással várták az egészségfejlesztési iroda munkatársai a kivizsgálásra érkezőket. A helyszínen televíziónk munkatársai végigjárták azokat a méréseket és vizsgálatokat, amelyekre azok a személyek érkeztek, akik kíváncsiak voltak aktuális egészségügyi állapotukra. Egy adatlap kitöltése után első körben egy vérnyomásvizsgálat történt, majd a testi paramétereket mérték meg. Egy eszköz segítségével megmérték a magasságot, majd mérlegre kellett állni a testsúly méréséhez. A kapott eredményekből egy készülék kiszámolta a testtömegindexünket és a testzsír százalékot, majd ezt követően koleszterin és vércukorszint mérés következett. Az ilyen egészségnapok alkalmával lehetőség van az egyes betegségek kiszűrésére vagy megelőzésére, ami egyébként is ennek a napnak a fő célja. A kapott eredmények alapján az EFI gyógytornásza testmozgás tanácsadást adott, és az érdeklődők rögtön időpontot is kérhettek. Az állapotfelmérések mellett egészséges ételekkel készültek a szervezők a vizsgálatokra érkezőknek. 5. alkalommal rendezték meg a Tambura Fesztivál Dusnokon december 1. szombatján. A délszláv népzene fiatalabb és idősebb muzsikusai szórakoztatták a közönséget. Fellépett többek között a Babra zenekar, a Pántlika zenekar, a műsor Vujicic együttes zárta. Az est fő fellépője volt a Pomázi Vujicic együttes, akikről nagyon sok mindent lehetne mondani, akár azt, hogy nemrégiben Kossuth díjat kaptak, most jelölték őket a Prima Primissima díjra, ami szintén egy nem kis dolog, illetve 45 éve együtt zenélnek, 45 éves az együttes, és a magyarországi délszláv, szerb és horvát tambura muzsikát mondhatni, hogy az egész világon már,
már továbbadták, illetve képviselték, illetve így nagy megtiszteltetés volt nekünk dusnokiaknak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Van mindig olyan zenekar, aki autentikus tambura zenét játszik, és olyan is, aki feldolgozásokat. Általában úgy szoktam összeválogatni a zenekarokat, hogy a magyarországi horvát délszláv lakta településekről, illetve magyar településekről, ahova köthető a tambura zene, minden régióból, legalábbis a legtöbb régióból legyen egy olyan zenekar, aki tudja képviselni a szülőfalujának, szülővárosának a zenei hagyományát. Kuriózum a maga nemében ez a rendezvény, és nem csak a nemzetiségek körében. Ha visszatekintünk, egyre jobb. Tehát éveken keresztül én az elsőn is itt voltam, minden évben itt vagyok, és azt mondanám, hogy nagyon magas szintű zenei szolgáltatás, a tradíciók, a hagyományápolás, minden érezhető volt a tambora zenén keresztül, és azt is elmondanám, hogy a horvátság körében egyedülálló itt dusnokon ez a rendezvény, és ezért továbbra is úgy látom, mint megyei elnök, hogy támogatást érdemel. A koncertek után táncház is volt, ahol a házigazda Zabavna Industria húzta a talpalávalót. A dusnoki tambura fesztiválról bővebb összeállítást láthatnak a Múzsában, a Kalocsa Televízió kulturális magazinjában. Magyarországról érkezett sajtóképviselőit látta vendégül a Leningrádi Atomerőmű, amely Paks 2 beruházás referencia blokkja. A két új blokk közül az első decemberben kezdi meg a kereskedelmi üzemét, a második blokk építése zajlik, 2020-ban kerül átadásra. Minden az ütemterv szerint halad. A Leningrádi Atomerőmű fogadta a magyar sajtó egy csoportját. Az első kiépítés 4 RBMK ezres típusú blokkjai a következő években üzemidejük végéhez érnek. Leningrád első kiépítés 1-es blokkjának ez év decemberére tervezett végleges leállításával összehangoltan a Leningrád 2-es kiépítés 1-es blokkja megkezdi a kereskedelmi üzemét. Az ütemterv szerint haladó beruházás második blokkja 2020-ban kerül átadásra. Az új blokkok a kapacitás fenntartása tekintetében játszanak fontos szerepet, amelyek tervezett üzemideje 60 év. Ezek a blokkok számítanak a Paks 2 atomerőmű referencia blokkjainak. A látogatás alatt az orosz szakemberek hangsúlyozták a beruházás során szerzett tapasztalatok megosztásának jelentőségét, amelyek segíthetik a paksi beruházás minél kiválóbb megvalósítását. A nyomott vizes reaktorok költséghatékonysága mellett a legfontosabb jellemzője a VVR 1200 típusú, 3 plusz generációs blokkoknak, hogy 4 egymástól független biztonsági rendszer garantálja az atomerőmű biztonságos üzemelését. Nagyobb fokú ezen blokkok automatizáltsága, modernebbek, és ami a legfontosabb, még biztonságosabbak, mint az előzőek voltak. A vállalatunk és a Rosatom számára is prioritás a biztonság. Ez a blokk nagyságrenddel biztonságosabb, elképzelhetetlen egy Fukushimaihoz hasonló baleset. И проблем с приемом и подготовкой персонала тоже никаких нет. Alekszandr Beljajev elmondta, ezek a blokkok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy képesek ellenállni külső veszélyeknek, mint például földrengésnek, repülőgépbecsapódásnak. A modern passzív biztonsági rendszerek elektromos betáplálás nélkül is képesek működni, továbbá a zóna olvadékcsapda kialakítása is újabb garancia arra, hogy egy tervezési alapon túli baleset esetén is képes legyen a láncreakció leállítására a zónaolvadékban, és hogy az olvadék a konténmenten belül maradjon. Alekszej Birjukov, a Leningrádi Atomerőmű 2-es kiépítés 2-es blokkjának szerelési munkájáért felelős vezetője hangsúlyozta, hogy az előkészítés nagyon fontos folyamatnak tartja, hiszen a megfelelően előkészített tervek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az építési munkálatok során ütemesen és pontosan lehessen haladni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes hétvégét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!